50 ezer ember árvízi biztonságát garantálja a Beregi tározó, amelynek kivitelezési munkáit ez évben fejezték be. A 33 milliárd forintos létesítmény 600 ezer köbméter vizet tud befogadni, ennyit lehet a Tiszából kivezetni. A Tisza térségét érintő szakaszán 60-80 cm-es vízcsökkentésre lesz alkalmas. A következő év tavaszára tervezik az öregtúr rehabilitációjának befejezését. A vízhiányos állapotok kezelésére készülünk fel, új duzzasztó műveket építünk, új zsilipeket, amiken keresztül a túr melletti gyönyörű szép holtmedrekbe is vizet tudunk juttatni, hiszen ebnek az évnek a legnagyobb problémája a vízhiány volt, de ilyen bármikor előfordulhat. Nagyon sok hullámtéri holtmeder is kiszáradt, és a mentett oldali holtmedrek is súlyosan károsodtak. Tehát, hogy az öreg túr mentén, ami egy 63 kilométer hosszú kanyargós, Ősmeder, az ott lévő holtmedreket is fel tudjuk tölteni. Ez a legfontosabb célja a beruházásnak. Az árapasztó tározók árvízvédelmi és vízgazdálkodási célokra egyaránt alkalmasak. Egy pályázati programban lehetőség nyílt feltérképezni magyar és főként ukrán oldalon, hol lenne szükség a műtágyra, a mezővári és a tisza újlaki tározóra elkészültek a kiviteli tervek is, az árvízi biztonságot tovább fogják növelni a következő évre tervezett töltésfejlesztések. Folytatni kell a töltések fejlesztését, ez azt jelenti, hogy az ország határtól befelé szeretnénk a Kisari hídig eljutni mielőbb ezekkel az emelt töltésekkel, hiszen a számításuk, a modellezések azt mutatják, hogy tekintettel a külföldi fejlesztéseket, tehát alján, és a román oldalon is komoly árvízi fejlesztések voltak, emelni kell a töltéseket, és akkor lesznek leghatékonyabbak a meglévő tározóink is. A nyírségi tározók felújításával a belvízrendszer rekonstrukciója is folytatódhat, valamint a vízi közmű programokkal javítják a vizek minőségét, mondta az igazgató. A nyírségi vízgazdálkodási és vízpótló rendszer programja egy korszerű tájgazdálkodást is magába foglal, amely segíti vízhiányos időszakban a vízpótlást, ugyanis a kiépített csatornákon keresztül oda lehet eljuttatni a vizet, ahol arra szükség van.